Híre van a hevesi szőttesnek. A szőttesek kulturális örökségünk számon tartott kincsei, de az ipar és kultúrtörténetnek is fontos eleme a szőttes, a szövés mestersége és művészete. Szeptember közepén ismét Heves város adhatott otthont a 11. nemzetközi szőttes konferenciának, valamint a 23. országos szőttes pályázatnak. A szőttes pályázatot a hagyományos értékek megőrzéséért alapítvány a Hagyományok Házával együttműködésben Heves város önkormányzatával és a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezettel együtt hirdette meg. A felhívás a 34 alkotó 85 pályaművel nevezett. Itt vagyunk Hevesen a Művelődési Házban, és a Hevesi Háziipari Szövetkezet egy szőttes, országos szőttes, kárpát-medencei országos szőttes konferenciát hozott létre, amit rendszeresen folytat, illetve egy versenyt, egy szőttes versenyt, ahová olyanok, akik ilyen szőtteseket készítenek, beküldik a pályamunkáikat, és dönt egy zsűri, egy nagyon magas színvonalú zsűri. Hogy mit jelent számunkra a szőttes? Szín, alkotás, harmónia, aki készíti ezeket, a szívét, lelkét beleszövi, és egyforma nincs, hiszen mindegyik másképp kerül megalkotásra, mindenben más színek vannak, más a sorrend. Legyen az asztalterítő, legyen az ágytakaró, legyen az éppen egy ruhadarab, ez magáért beszél, több ezer év kultúrája, történelme jelenik meg ezekben a szőttesekben. A Kárpát-medencéből idén mintegy 20 fő érkezett Kárpátaljáról, először vártak vendégeket. A díjátadó gálán a kiállításnak megnyitóján nem csak a legnívósabb alkotásokat mutatták be, de a szakma kiváló kézműveseinek találkozója egyben fóruma lett a következő feladatoknak is egy nemzetközi szimpóziumon. Napjainkban az újragondolás időszakát éljük, ennek megfelelően az eredeti forrásanyagokból a mai kor igényeinek megfelelő, funkcionális tárgyakat, tárgyegyütteseket terveznek. A jelenlegi konferencián is ezek tervezésére és alkalmazására keresték a módszereket, ugyanakkor új gondolatként szóba került a régi szőttesek újrahasznosítása is. A konferencia anyagából készült kiadványt UK és képzésekben és a művészeti iskolákban is tananyagként használják majd.